Őszaladták át a felújított nyírbogáti görög katolikus templomot, amelynek különlegessége, hogy a tornyát kilátóként is használhatják a látogatók. Ez volt az egyik olyan turisztikai fejlesztés, amely elkészült a választókerületben. Emellett a gazdaság más területein is volt fejlődés 2023-ban, mondta Simon Miklós. A gazdaságunk, hála Istennek, túlvészelte a nehéz időszakot, jelentősebb leépítések nélkül sikerült a mélyponton átlendülnünk, és miután a térségünkben a húzó ágazat, az elektronikai ipar, a feldolgozóipar, ugye főleg a mezőgazdasági feldolgozóiparra gondolok, ez jelentős bővülésen van túl, ilyen formán állandósult a munkaerő hiány sajnálatos módon a térségben, de jó néhány átadás is megvalósult, a munkahelyteremtésre gondolok elsősorban. Beszélhetnék a Transit Kft. Nyírbátori baromfi feldolgozó üzemének a bővítéséről, vagy az Unilever Hungary Kft.-nek a nyírbátori üzemcsarnok építéséről, illetve a tárolótorony átadásáról, amit Szijjártó miniszter úr abszolvált a nyáron. A közlekedés területén is jelentős változások történtek, nőtt például a kerékpárutak hossza is a választókerületben, összegezett az országgyűlési képviselő. Simon Miklós azt mondta, 25 milliárd forint támogatás hasznosult a térségben. 127 programban több mint 25 milliárd forint Európai Uniós és saját kormánytámogatott forrást tudtunk a választópolgárok, a honpolgárok hasznára fordítani. Orvosi rendelők, közösségi épületek, iskolák, óvodák felújításával, ipari parkok kialakításával, piacok, kerékpárutak és utak építésével. Nyírbátorban a református templom korszerűsítése indul, emellett a Bátori Múzeum rekonstrukciója is tart. Ez utóbbi 2 milliárdos program, és várhatóan 2024 végére készül el.